Köszöntöm a Trio TV nézőit, közéleti magazinunkat látják 2023. február 17-én, pénteken 19 órakor, mai műsorunk tartalmából. 5,5 milliárd forint az idei büki költségvetés. Döntöttek arról, hogy támogatják a gyógybornapok megrendezését. Bükk polgármestere a top 10-ben, a turizmus meghatározó városvezetői egy kiadványban. Prospektus és füzet készült, többszörösen bemutatkozik Csepreg, mint turisztikai attrakció. Nyílt napot tartott a Nestlé, pályaválasztás előtt álló diákok járták be a büki gyárat. Több mint 1,5 millió forint gyűlt össze, a jótékonyság jegyében farsangoltak Peresznyén. Jelmezek a hegyen, farsangi forraltboros túrát rendeztek Csepregen. Sztár vendég az Iparos Bálon, interjút adott a Trio TV-nek Delhusza John, aki 350 lányt és asszonyt szórakoztatott, Sipos F. Tamás volt az asszonyfarsang meglepetés vendége. Kedves nézőink, ez a mai kínálatunk, tartsanak velünk! Jó részt a pályázatok miatt 5,5 milliárd forint fő összeggel fogadta el az idei költségvetést a Büki Önkormányzat képviselőtestülete. Döntöttek arról is, legyen, lesz gyógybornapok idén. Nem kötelező, de a Büki testület idén is több lépcsőben alakította ki a város éves költségvetését. Egyhangú volt a döntés. A humánpolitikai és a pénzügyi turisztikai városfejlesztési bizottság is tárgyalt. És mindkét bizottság elfogadásra javasolja. Köszönjük szépen. Már így felolvasva már rövidebbnek tűnt, de a bizottság elég részletesen több körben ezek átbeszélésre kerültek, illetve a szükségesítés módosítása, tehát intézményi ezek a bevonásával. Van esetleg egyéb hozzáfűzni való? Akkor szavazásra bocsátanám, tehát aki elfogadja a Bükváros Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletét, kérem készfeltartás jelezze. Köszönöm szépen, egyhangulat elfogadta a költségvetést. Köszönjük szépen mindenkinek a munkáját, pénzügyi adócsoportnak, illetve az önkormányzat bizottságának, képviselő hölgyeknek és uraknak, hogy azért ilyen nehéz idők közepette is azért összeállt a költségvetés, és remélhetőleg a stabil működés lesz. Végül tehát 5,5 milliárd forint fő összeggel fogadták el az idei költségvetést. Az első olvasathoz képest nagy érdemi változások nem történtek, tehát egy 5,5 milliárd forintos költségvetési főösszegünk van, amely jelentős beruházást, elsősorban a fürdői főtér beruházást tartalmazza. Ennek az összege több mint 3 milliárd forint, ami a beruházást tartalmaz, és van ugyan 170 millió forint értékű felújítás is, tehát a nagy részét lekötöttük felújításra, beruházásra ennek az összegnek. Tehát egy kicsit torz, ez nem teljesen felhasználható, szabadon felhasználható pénzeszköz. A felújításoknál és az eszközbeszerzéseknél az intézményeknek az igényeit maximálisan próbáltuk figyelembe venni, illetve elfogadni. Így lényegében a művelődési központnál az ajtóportálcsere vonatkozásában biztosítottunk még plusz forrást, illetve a temetőben az elmúlt években elkészült terveknek megfelelően elkezdjük a fásítást is, és az, tehát így a parkom részére is biztosítottunk forrást ennek az elindítására, és tulajdonképpen a tartalékképzés az most komolyabb volt, hiszen több mint 90 millió forint tartalékot tudtunk beállítani, ami szemben a múltkori 74-jel, ami azért valamivel több, de a teljes költségvetéshez képest azért nem egy hatalmas összeg, tehát a feszes gazdálkodásra kell figyelni, viszont úgy tűnik, hogy ez az intézményeknek a működését biztosítja a 2023-as évben. Hosszasan tárgyaltak a képviselők arról, hogy legyen-e idén gyógybornapok. Bízom benne, hogy összetudjuk ezt hozni, és nem szeretném az önkormányzatot sem nagyobb teherbe. Átgondoltuk, megpróbáltuk azokat úgy számolni, hogy ezek tényleg elfogadhatóak legyenek.
írható volna egyébként több belépő is, vagy írható volna az, hogy a vendéglátásból több jön, de valószínűleg a vendéglátásból több fog bejönni. Tehát az nem csináltuk még, tehát ez nem úgy is tervezett. Értem a félelmeket, csak tényleg nem. Ilyen volumen rendezvény, belépős rendezvény bükön nem volt. Azt látjuk, hogy igény van rá, bízunk benne, hogy ahogy mondtam, a headliner hozza. Többit pedig a szép új tér adottságaival, a környezet adottságaival, mert azt gondolom, hogy az szépen ki tudjuk használni. Én azt gondolom egyébként, hogy a rajongó körünk az megvan. Legalábbis remélem, hogy még megvan. Úgyhogy bízunk benne, hogy ezt is tudomásul veszik, hogy pénzért adjuk ugyanazt a minőséget, mint amit 2019-ben. Nem tudom, hogy lehet erre felelősség, tehát... Más vállalat szokott. Én megkérdeztem hozzánk hasonló kicsi és közepes fesztiválok szervezőit, hogy mennyi pénzzel indulsz neki következőnek. Háromból kettő azt mondta, hogy nulla. Tehát, ami bejön a belépőkből. Leszervezi, kihozza, ami jön a belépőkből, a szervezet. Tehát én is úgy vagyok vele, hogy tisztában voltam vele, hogy elértük 19-ben azt a szintet, hogy azt a minőséget tisztán önkormányzati támogatásban minden tartani. És úgy érzed, hogy ebben is nagy kockázat? Nagyon nagy kockázat van. De ha nem próbáljuk, mert nem tudjuk, hogy sikerül. Óriási kockázat. A gyógybornapok mellett szól a rendezvény turisztikai vonzereje, és a helyiek, környékbeliek is örülnének az eseménynek. Erről is szó volt az ülésen. Úgy gondolom, volt olyan év, nem is egy, amikor 50 millió forintot adtunk oda a TVM-nek, és nem kell vele semmilyen programot különösebben megvalósítani, maximum a reklámot. De akkor mi is mindenkinek tudjuk, hogy mennyi ment el munkadíjakra erre alamarra, és mennyi haszna volt. Gondolom, most adunk a turisztikai egyesületnek 22.500.000 forintot, és egy ilyen programsorozatot bízunk benne, hogy jó idő lesz, bízunk benne, hogy el tudnak jönni, és eljönnek az emberek. Én úgy gondolom, ha ezt meghirdetjük, akkor azért érdeklődés biztos, hogy lesz rá, mert ahogy én nézem a neveket, a Charlie, az Ergo, tehát vannak itt olyanok, akiket én annyira nem ismerek, de fiatalok körében állítom nagyon jó. Tehát azért ennek lesz vonzereje. A mai világban egy koncertre elmegy valaki 3-4 ezer forintot ki kell jönte fizetnie. Itt most ha vesz egy bérletet, az 6 000 forint és 3 napig rengeteg programot tud részt venni. Én úgy gondolom, hogy azért ennek lesznek látogatói. Itt van a főtér, muszáj programokkal megtöltenünk. Ténylegesen hiányzik a vendégeknek ez a rendezvényünk, mert én magam is tudom, hogy a saját vendégeim is kérdezik, hogy mikor lesz ez a rendezvény, hogy mikor tér vissza egy az, és melyik időből, mert odafoglalnak. Tehát biztos, hogy jönni fognak, mert hát a környező településekre is biztos vagyok jönni. Próbáljuk meg, én azt mondom, hogy szervezzük meg. A rendezvény tervének alapos megvitatása után úgy döntöttek a képviselők, hogy támogatják a gyógybornapok megszervezését 2023-ban. Az ülés végén egy nagyobb lélegzetvételi megbeszélés volt a gyógybornapok kérdésköre, hogy egy új szisztémában 3 napra és belépősen meg kellene valósítani a fürdő új főterén ezt a beruházást, illetve ezt a rendezvényt, amit a képviselőtestület támogatott. Visszakapcsolják a közvilágítást egy korábban lekapcsolt szakaszon. Erről is döntött februári munkaterv szerinti ülésén a Bükki képviselőtestület. A településképi rendelet a települési eszközökről szóló rendelet elfogadása volt. A másik ugyanis a települési rendezési terv átfogó módosításában vagyunk benne, a végéhez közeledünk, és így a településképi rendeletet, az ezzel kapcsolatos eszközöknek a módosítását is Mátis Barna főépítész ajánlásával, kidolgozásával a képviselőtestület most elfogadta. Azon kívül foglalkoztunk a közvilágítás kérdésével, ugye itt érkezett be egy bejelentés, hogy a
fürdőbekötő út, illetve a Bői út körüli egyébként külterületen lekapcsolt közvilágítást kapcsoljuk vissza. Ez június 1-jel meg fog valósulni. Elfogadtuk a kérelmezőnek az indokait, illetve hát a Sajtoskáli út úthibái miatt is úgy gondoltuk, hogy érdemes visszakapcsolni, mert baleset veszélyes az a része a közlekedőknek. Aztán foglalkoztunk még a szakképzési centrumnak a befogadásával, illetve egy alapítványának a befogadásával. Megjelent a turizmus.com top 50 kiadványa. Számos szempont szerint veszik sorra a hazai turisztikai ágazat meghatározó szereplőit. Bükk is ott van a legek között, a top 10 polgármester egyike, dr. Németh Sándor. A turizmus 50 fontos szereplője és top 10 polgármester és fiatal 2022. Ez a teljes címe a kiadványnak, amelyet az idei turizmus évadnyitó gálán mutattak be Budapesten. Bükk polgármestere az egyetlen Vas vármegyei szereplő a polgármesterek között a top 10-ben. Bemutatkozásában a bükki gyógyfürdő jelentősége mellett a város többi turisztikai vonzerejét is méltatja, azok között a hamarosan záruló városrészközpont építés jelentőségét. Maradunk még a turizmus témájánál. Legyen úticél Csepreg, akár gyalogtúra, akár horgász helyszínként, akár a történelmi épületek mentén, vagy éppen a szőlő és borkultúra apropóján. Ezeket a célokat szolgálja 4 új kiadvány. 2x2 füzet és prospektus készült Csepregről. A napokban Kőszegen és Bükön már hozzáférhetőek a kiadványok, hamarosan pedig helyből is hírét viszik Csepregnek, nem csak magyarul, de németül és angolul is. Túrafüzetet és prospektust adtak ki, valamint Csepreg komplex turisztikai bemutatkozásáról is készült ugyancsak 2 kiadvány nemrégiben. Az önkormányzat a kiadó, 2 pályázat segítségével került nyomtatásba az összefoglaló Csepreg turisztikai értékeiről, látnivalóiról. Az első kör az már ugye egy picit korábban kezdődött el, tehát ez volt az Alpannoniás interreges határon átnyúló projektünk. Ennek keretén belül is tudtunk ugye egy picit a turisztikára rámenni olyan téren is, hogy már valahol azt lehet mondani, hogy előre gondolkoztunk ennél a projektelemnél is, mert a Vinotéka mellett ugye egy turisztikai tér is működtetve lesz, ahol nyilván valamit is kell kínálnunk, nem elég sokszor a szép és jó szó, hanem legyen egy kézzelfogható plusz értéke is a városnak, még ha csak apró dolgok is, de minden mellett nagyon tartalmasak. Tehát ugye a másik projektünk az a Bükkel közös turisztikai projekt, tehát ennek keretein belül is tudtunk arra elkülöníteni forrást, hogy szép számban és több nyelven, ami nagyon fontos, tehát angol, német, magyar tájékoztatóink vannak, és tényleg arra feküdtünk rá a legtöbb esetben, ha így nézzük, hogy be tudjuk mutatni akár a közösségi életet, az épített örökséget, szabadidős tevékenységi lehetőségeket, és tényleg minden olyat, ami turista szemmel nézve fontos. És annak is kell lennie nyilván, ugyanis ezt már többször hangoztattam, hogy ez egy új kitörési pont lehet a későbbiekben. És nagyon fontos pont ebből az apropóból is, hogy különböző típusú kiadványokkal tudjunk majd aztán a közös együtt gondolkodásba a későbbiekben is számolni. És pont ebből az apropóból is tetszik az a tematika sokaknak, akik már látták, hogy mindenféle látószögből meg van világítva a város. Úgyhogy ezekkel a kiadványokkal is lehet hamarosan találkozni már a turisztikai irodában itt a Vinotéka mellett. A Csepregi turisztikai információs pont nyitásáig is elérhető az összesen 4 kiadvány. Például a Kőszegi és a Büki Turinform irodákból vihetik, viszik már Csepreg jó hírét. Mérnökök előnyben, de gyakorlatilag szinte bármilyen szakma, szakirány ismerői találnak munkaterületet, amelyben elhelyezkedhetnek a Nestlé Purina Büki gyárában. Ezt mutatták meg az érdeklődő diákoknak. Ott voltunk a nyílt napon, mutatjuk a felvételeket.
konzerv üzemet látjuk, ezredforduló megépült a szárazüzem. Ez a Turulnak nevezett, ezek azok az üzemek, ahol az alutasakos nedves üzemek, tehát ahol alutasakos termékek készülnek. Turul 3 úgy tudott már csak megépülni, hogy a konzervgyártás befejeződött. Turul 4, hogyha kinéztek az ablakon, ott látjátok. Idén 25 éves a Nestlé Büki üzeme, és előtte is állateledelgyár működött a területen, legalábbis annak egy részén. Láthatták a nyílt napon, a bővítés folyamatos, építési terület most is a gyár környéke. A bővítés miatt pedig szükség lesz további munkaerőre, ezért mutatták meg a napokban diákoknak az üzemet. Szülői kísérettel érkeztek a fiatalok, hogy megnézhessék, milyen alternatívákat kínál az üzem. Megismerkedtek az érdeklődők azzal, hogy mi is készül a gyárban. Nedves és száraz eledelek is kikerülnek az üzemből szerte a világba. Pályaorientációs napot hirdettünk itt a Nestlé Purina Büki gyárában. A célunk az alapvetően az volt, hogy segítsük a fiatalokat egy pályaválasztási döntés meghozatalában. Lévén, hogy ez most már közel egy 1400 fős gyár itt Bükön, és ténylegesen a munkavállalói létszám és a szaktudás és a szakképzettség az nagyon-nagyon megosztott a gyárban. Természetesen nagyon sok mérnökünk van, szakképzett mérnökök, villamosmérnökök, gépészmérnökök, akik egyre inkább szükséges válnak majd a modern fejlett technológiák telepítéséhez és üzemeltetéséhez, de ne felejtsük el, hogy ugyanúgy szükség van egyébként mondjuk tanárokra is, vagy nyelvészekre is, akiknek egyébként a nyelvtudása kiemelkedően fontos. De hogy ne hagyjuk szó nélkül azokat, akik egyébként úgymond a sorok mellett dolgoznak, és kézzel csomagolják nálunk az állateledeleket, alutasakokat, rájuk is épp úgy szükség van. Tehát az üzenet az legfőképpen az volt, hogy bárki, aki tovább szeretne tanulni, vagy még nem döntötte el, hogy tovább tanulna-e vagy sem, annak sem késő. Igen, van lehetőség bármilyen életkorban, hiszen nem csak az a lényeg, hogy mondjuk valaki 40 évesen kezd el tanulni, vagy 18 évesen, hanem az, hogy tanuljon, ameddig tud, és utána nézze meg, hogy milyen lehetőségei vannak a környéken. És nem csak a középiskolásokhoz szóltok, mert láthatunk tanműhelyt is, ahol bizony duális képzésben középiskolások tanulnak itt a Nestlében. Igen, ugye duális szakképzési programot indítottunk, az első év folyam az hamarosan végez, 2 szakon indítottuk ezt a képzést, az egyik egy elektronikai műszerész szak, a másik pedig egy villamos szakirányú, és a fiatalok nagyon lelkesen tanulnak, alacsony létszámú oktatás zajlik, a partneri iskolákkal közösen, a diákok egy hetet töltenek itt, egy hetet pedig az iskolában. A nyári gyakorlatok során pedig már lent a kollégák mellett, sok esetben a villamosmérnökök mellett, a karbantartóink mellett töltik a nyári gyakorlataikat, így tényleg életszerű, valós tapasztalatokkal gazdagodnak. A pályaorientációval párhuzamosan a munkaerőtoborzás is folyamatos a Büki állateledelgyárba, gyakorlatilag az egész országból. Az országosan elmondható, és ez az egész országra jellemző, hogy nagyon alacsony a munkanélküliség ráta. Ami azt jelenti, hogy bizony a munkaltatóknak már most ki kell nyúlniuk, és sokat kell tenniük azért, hogy találjanak megfelelő szakképzett munkaerőt. Régen ugye, míg stócokban álltak az önéletrajzok a HR-esek asztalán, ez ma már annyira nem jellemző. Most sokkal inkább bizony olyan feltételeket kell egy-egy cégnek úgymond nyújtania a jelentkező személyeknek, hogy bizony őt válassza maga a jelölt. Most mi leginkább egyébként mérnököket keresünk, gépészmérnököket, villamosmérnököket, hiszen a korábban bejelentett beruházásokhoz ők elengedhetetlenek lesznek a gépeink telepítéséhez, üzemeltetéséhez, de ne felejtsük el azt is, hogy ugye kellenek majd azok a jól képzett és szakképzett operátorok, akik hosszú távon tudják majd a gépeket működtetni. Ahogy egyébként ezt többször is hangsúlyozzuk, hogy ugye igazán modern és fejlett technológiával dolgozunk, bizony szükség van arra, hogy szakképzett munkaerő csatlakozzon hozzánk. Úgyhogy próbálkozunk azzal, hogy megtaláljuk a megfelelő munkaerőt. És ugye említetted, vagy kérdezted itt az országos lefedettséget.
Nagyon érdekes, vannak kollégáink már a keleti ország részből is, és nagyon örülünk annak, hogy van bennük egy nyitottság és egy hajlandóság arra, hogy elköltözzenek az ország nyugati felére. Mi mindent megpróbálunk megtenni azért, hogy segítsük őket, az itteni, akár a Büki, vagy a Bükk környéki települések során a letelepedésben, és ez is a hosszú távú cél. Hogyha valaki egyébként szeretne költözni pályakezdőként, vagy akár már, nem tudom, 20-30 éves munkavállalói múlttal is megtalálja itt a számítását. Szerencsére egyébként a város nagyon nyitott ezzel kapcsolatban, jó kapcsolatot ápolunk velük, és ők is mindent megtesznek azért, hogyha esetleg vannak új munkavállalóink, akkor itt megtalálják a saját albérletüket, vagy akár a saját házukat. Az ingázók, gondolom, tesztek értük is a kényelmükért. Igen, természetesen vannak céges járataink, céges buszjárataink. Ezeket pont az elmúlt időszakban már bővíteni kellett. Kialakult egy szombathelyi kör is, szombathelyi céges buszjárat, habár ugye a kötött pályás közlekedés, itt a vonatra gondolok most, az egészen jó Szombathelyről, mégis felmerült az igény arra, hogy legyen Szombathelyről is céges buszjáratunk, illetve az elkövetkező hetek során el fogjuk indítani az úgynevezett észak-nyugati buszjáratokat is, Belecirák és ebből a térségből. Az állateledel gyárban most mintegy 1400-an dolgoznak, és lehet, hogy a nyílt nap alkalmával nem csak a Nestlé talált magának leendő munkaerőt, hanem a Trio TV Dunántúl is. Nagyon tetszett, érdekes volt. Melyik részt tetszett a legjobban? Azért sok fele jártunk. Hát amikor a beszekintettünk, hogy hogyan készítik a kajákat, meg hogyan csomagolnak, azt tetszett a legjobban. Körülbelül erre számítottál, biztos volt elképzelés? Igen, erre számítottam. Ez volt az elképzelés. És hogy jöttél? Hát apukámmal találtuk, és ő már ugye itt dolgozott 20 évvel ezelőtt, és én meg szerettem volna nézni meg ő is, és ezért jöttünk el. Dolgoznál itt? Azok alapján, amit hallottál? Kipróbálnám. Mert hogy mi a terv, mi leszel, minek tanulsz majd? Hát én operatőr szeretnék lenni. Ez az elképzelésem. Mulatozásban és azzal együtt jótékonykodásban is példát mutattak a peresznyeiek és vendégeik. A farsangi délutánukon több mint 1,5 millió forintot gyűjtöttek össze a 4 éves Hanna gyógykezeléséhez. A falu farsangon szó szerint minden volt, ami szemszájnak ingere. Hagyományos húsételektől a különleges és házi süteményekig nem hagytuk ki a forgatagot mi sem. A tűzoltóság járművei vezették fel a népes farsangi menetet peresznyén, a közösségi ház előtt gyülekeztek, onnan indult aztán a menet körbe a településen. Aki fölfért a traktorokra, azokkal járta be a falu utcáit, de sokan választották a sétát a járművek mellett. Ahogy lufikból, úgy ötletes jelmezekből sem volt hiány. Kicsik és nagyok is beöltöztek, akár csak egy mókás kalap vagy paróka segítségével. Amíg körbeért a farsangi menet, a közösségi háznál addig sem állt meg az élet. Finomabbnál finomabb ételek készültek. Kóstoljam meg! Hát ilyen kis kanállal soha nem ettem. Vesztek akkor nagy kanállal. Ez biztos én vágtam, mert igen, most így van. A húsételeknek is nagy sikere lett. Aztán a desszertek között is válogathattak a farsangozók. A közösségi házban pakolták ki az édes, krémes finomságokat, természetesen a becsületkasszákkal együtt, hiszen jótékony céllal rendezték a mozgalmas farsangi délutánt, estét peresznyén. Ugye van nekünk egy közösségi térvezetőnk, a Kószné Eszti, és meg sajnos van egy olyan beteg kislány, aki már régóta gyógykezelésre szorul, és úgy gondolt az Eszti Község össze kellemest a hasznossal, hogy tartunk egy felvonulást, ide tudjuk vonzani az embereket jobban, és akkor tartunk még a kislány tiszteletére, vagy nem is tiszteletére, hanem a gyógyítására, becsületkasszás módon csinálunk egy ilyen főző rendezvényt, ahol 10 vagy 11 egy csapat főz, ebben vannak vállalkozók, akik szponzoráltak bennünket, van Tűzolt Egyesület, van Horvát Önkormányzat, Magyar Önkormányzat, vadászok, tehát több csapat így összeállt,
Mi főzünk, minden kedves vendég azt viszel, azt teszik, elviáti bármit, amit akar. Annyi van, hogy mindenhol van egy becsületkassa, és amit ő úgy gondol, az beleteszi, és akkor azt majd a végén ugye átadjuk ezt az összeget a szülőknek, mert szükség van rá, mert sajnos komoly kezelések alá esik ez a kislány, és ha csak egy hajszálnyit tudunk ezzel segíteni, az is egy az embernek öröm a számára, hiszen mindenkinek a legfontosabb a gyerek. A gyerek az szent és érthetetlen. A jótékonyság volt tehát a közös farsangi mulatság központja. Én magam is édesanyja vagyok, tehát pontosan tudom, hogy milyen az, amikor egy gyermek beteg, és ez milyen nehéz a szülőknek. És Evelint én kicsikora óta ismerem, ő Hannának az édesanyja. Sokszor panaszkodik, ha úgy tetszik, hogy milyen nehéz is Hannának a fejlesztésekre megteremteni azt a pénzösszeget, ami szükséges, és úgy gondoltam, hogy muszáj a közösségnek odaállni és segíteni. Kis település Peresznye, de ahogy látjátok, nagyon jól összesikerült kovácsolni a nem csak a helyi lakosokat egyébként, ami nekem nagyon-nagyon jól esik, hogy a négy községünk, illetve a közös hivatal körzetén kívüli községek is és városok is megmondottak, tehát Csepregről és Köszegről is kaptunk felajánlásokat, ami nekem nagyon-nagyon jól esik, hogy ide álltak emellé a jó ügy mellé. Nem először mutatkozott meg a közösség ereje Peresznyén. Peresznye község ebből a szempontból úgy azért arról nevezetes, hogyha baj van, akár voltunk árvízkárosultaknak szedés valamikor, akkor legutána földrengés. Tehát Peresznyén azért mindig ilyenkor lépnek az emberek és adakoznak. És bízok benne, hogy ez az adakozás is jól lesz, hogy a kislány, ha nem is tudjuk meggyógyítani, de valami haszna lesz belőle. Úgyhogy köszönöm, most itt szeretném így megköszönni, hogyha a tévé nyilvánosság előtt is a lakosoknak, hogy így összefogtak, segítettek bennünket, meg a vállalkozóknak, meg a főzőknek, hogy így álltak hozzá a dologhoz. Nem csak a mulatozásban, de a jótékonykodásban is példát mutattak a peresznyeiek és vendégeik. Több mint 1,5 millió forintot gyűjtöttek össze a farsangi felvonuláson és gasztronómiai összejövetelen. Az összeget már át is adták Hanna családjának. Apácák és az Adams Family tagjai is bejárták a csepregi szőlőhegyet. Forralt bort kóstoltak a jelmezesek, hiszen ezúttal a farsang adott apropót a dűlőjáráshoz. Az időjárás kegyes volt, és ezúttal nem csak a túrázóknak, de a szőlő fejlődésének is kedvez. Ott voltunk a farsangi bortúrán, ahol kiderült, hogy a levendula legalább olyan jól passzol a vörösborhoz, mint a szivárvány színű paróka a hegybejáráshoz. Természetesen sok a visszajáró vendég, de akadt olyan is, aki a farsang alkalmából kerekedett fel első alkalommal a csepregi dűlők bejárására a forralt borok mentén. Ő először van. Igen. És mit hallottál róla? Milyen? Csupa jót. Jókat. De. A jelmez, választás? Véletlen. Csak parókát húztunk farsangi túrára, ennyi. Szintén? Szintén. Igen. Végigjárjátok az egészet, az a terv? Így, igen. Csepregből indultunk gyalog, meg odáig vissza gyalog. Hosszú lesz a bor. Nem, milyen ez a bor? Ez nagyon finom. Tudjuk, hogy itt mindig finom. Nem volt hiány ötletes jelmezekből, csoportos maskarások is akadtak a túrázók között. Hello! Egyet az Adams! Nem szolárium bajász, ugye? A forralt boros túra résztvevőinek fogadtatása is vidám volt a farsang jegyében. Az utolsó simítások között szörnyella segített frizurát igazítani a szőke sárkánynak. Hát hiszen maga a bortúrának is a neve Farsang Farki, Farsang Farka bortúra, és ölts jelmezt és bolondoz velünk volt a szlogán. Hát ha mi nem öltözünk be vendéglátók, akkor hogyan várjuk el a kedves vendégtől, hogy öltözzön be?
és ezért kértük a gazdatársakat, minden pincét, hogy ha tudnak, akkor magukhoz méltóan, pincéhez méltóan valami jelmezt öltsenek. Kicsit személyesebben hogy sikerült, hogy esett erre a választás? Hát nem erre esett volna a választás, megmondom az igazat, egy másik történetet terveztünk. Csak amikor ezt a jelmezt, vagy ezt a másik jelmezt beszereztük, nem próbáltuk föl. Most itt a nagy kapkodásban délőtt magamra akartam rántani, és ilyen szinten nem tudtunk volna aláöltözni, és körülbelül belefagytam volna, és akkor utána lett ez a rabos díj, úgyhogy jelen pillanatban a bor, illetve a szőlő rabja vagyok. Nagyon különleges illat fogadott itt minket nálatok. Levendulát érzünk? Igen, kétfajta forralt bort készítettünk, tehát azt a standard kékfrankos vörösből készült forralt bor, és egy másik történet, egy levendulás forralt bort is gondoltuk, hogy kipróbálunk, hiszen ha már van egy kis levendula ültetvényünk, mégis akkor legyen egy kicsi extra dolog itt, és helyi termékből, helyi produktumból. A farsang február 21-én húshagyó kedden véget ér, akkor kezdődik a böjti időszak. Ez a naptári körforgás kevésbé, az időjárás alakulása annál inkább befolyásolja a szőlő fejlődését. Megérkezett a fagy, hála jó Istennek, én azt mondom, tehát a talajmunkákat, hogy a múltkor említettük, tehát ezeket elősegíti, bízunk a kártevőknek a pusztulásában is. A szőlő most jelen pillanatban mi területeink az összes, tehát a metszéssel végeztünk, most majd várjuk a tavaszt, amikor indulnak a vesszőknek, a lehajtásának az ideje, kötözések, és hát szépen indul újra a történet, mint minden évben. Most időjárásban mi lenne a legideálisabb a következő hetekre? Ez most tökéletes, tehát ha így marad, nincs probléma, hiszen múltkorokban, amikor szilveszteri bortúra volt, tehát olyan melegek jöttek utána január első felébe, hogy attól féltünk, hogy elindul a netkeringés, elindulnak a gyümölcsfáknál a rügyezés, és kipattannak a rügyek, és utána, amikor ez a fagy meg megjön, akkor károsodik a növény, tehát megfagy a következő évi termés. Tehát most, hogyha tartaná magát ezen egy pár fokon, tehát ez a nulla közeli állapotba, akkor én úgy gondolom, hogy nem lehet probléma. Farsangulunk tovább a következő percekben, méghozzá sztár vendégekkel. A Büki Iparos Kör tagjainak munkája, a hivatal és a művelődési ház munkatársainak szervező munkája mellett Delhusza John gondoskodott arról, hogy a bál idén is színvonalas társasági eseménye legyen a fürdővárosnak. Egy rövid portrét hoztunk nézőinknek az Iparos Bál sztár fellépőjével. Az albán származású magyar énekes, zeneszerző és dalszövegíró volt a Büki Iparosok Báljának a sztár fellépője. Könnyű zenei karrierjét egészen fiatalon kezdte, mindössze 18 éves volt, amikor 1971-ben a Táncdal Fesztiválon fellépett. Nem lehet egyfolytában fennmaradni. Vannak ebben hullámvölgyek, vannak ebben magas pontok, csúcs, kiemelkedő, événekes, arany, platina, vannak benne bukott dalok, vannak benne sok minden elfér 50 évben, de megvan. Ahogy a legtöbb zenész énekes pályáját befolyásolta a pandémia, Johnnyt sem került el, családját is mélyen érintette. Mindenkinek befolyásolta a Covid a pályát. Én nekem a különösen, de hát azt hiszem, hogy a sajtóból ezt nagyon sok ember tudja, hogy nekem nagyon keményen kín volt ebből a részem, de fölkeltem, kijöttem, természetesen most már, mint mindenki más, ezután a rémálom után én is jól vagyok, és folytatjuk ott, ahol abba hagytunk. Keresztmetszetet kell mindig, arra törekszem, hogy a koncerten egy keresztmetszet legyen a koncert, vagy még jobb szóval élve egy időutazás. Én már meg tudom csinálni, hogy a pályámat egy időutazásnak is nevezhetem, és így is állítom össze a koncertdalokat, ha élő koncert, vagy hogyha szóló megjelenésbe jövök, gyakorlatilag
a 70-es évek kezdeti dalaitól kezdve a mai időkig. Hát megpróbálom belesűríteni, szám szerint 12 dal lesz ma porondon, de a közönség ezen alakíthat. Plusz, minusz. Több neves külföldi előadó is felkérte, hogy szerezzen számukra zenét, és több magyar előadónak is írt dalt. Az egy koncerten sem maradhat el, meg nekem a legkedvesebb, az két külön dolog. Ami nem maradhat el, az értelemszerűen a Nicasse Perimeno, ez az utolsó tánc, csak fújt közben a szél, talán a Mindenem a farmerem, talán a Romeo Julia, talán a szal, van egy pár kis csavargó, Mindenem a farmerem. Különböző, ezek különböző korszakok voltak. Dalok a szélben, nem tudom, olyan ez, mint a nagypapának odaültetik a 8 unokáját a térdére, és akkor megkérdezik tőle, hogy melyik a kedvenc unokád, nagypapa. És akkor ránéz, persze, hogy nem tudja eldönteni, és azt mondja, hogy a legfiatalabbik. Úgyhogy én speciál mindig a legújabb szerzeményemet szeretem, mert az nekem új, nekem izgalmas, arra is kíváncsi vagyok, hogy milyen íveket lehet vele bejárni, hogy fogadja a közönség. A Bügi Asszonyfarsang egyik állandó programja, hogy a szervező Csonka Gici Ildikó meglepetés vendéggel kedveskedik az összegyűlt hölgyeknek. Idén sem volt ez másként. Örömmel fogadták az idei sztár fellépőt a lányok, asszonyok. Hadd lássam a kezeket, de tényleg, de komolyan, bulizunk együtt, nem? Hello! Szuper kéveztem ámítást, a legjobb öltönyöm meg elszakadsát. Iszomból tekerem a kurvány, tőkbe nyomhatom a gázpedált, yeah. Messze van fél Amerika, leúzott a blokon a fejem. Kihajtom és kész az új frizura, a dúd a bomba jó, én így a kopajó, a tükör varázslatos. Mikor elindulok, abban én tegek, az összes szomszéd, a meg a Lajos, és... Nem hallom! Gyorsabban zár, mint a képzeled, köszönj és befejáó, de papá, az orrod alá görgül egy kis kopa. Ravaszon szállni élvezet, gyorsabban száll, mint a képzelet. Döcsök és pöcsök, hú de kapa, az orrod alá görgülök, kis kopa. Na most vide ide! Jól a kezekkel, csajok, hallásom, hogy mennyire jól tudtok kapálozni a levegőbe. Fotót is csinálok rólatok. De úgy is, hogy én is benne vagyok, na! Sipocsev Tamás nevével összefolt a Traban Nincs baj baby című nóta, melyet a Büki közönség is hallhatott. Tamás tudta, hogy asszonyfarsangra érkezik, viszont a helyszínen szembesült, hogy férfiaktól mentes az esemény, csak hölgyeknek fog énekelni. Hú, ez nagyon izgalmasan hangzik. Engem már kisvert a víz, nem tudom, látszik-e. Konkrétan ennyire kiélezett a helyzetben még nem voltam, hogy csak és kizárólag, bár hát nyilván pár nőnapi rendezvényen már fölléptem, tehát azért ott beengedik a fiúkat is, tehát valahogy kiegyenlítődött, de hát konkrétan itt pedig azért néhány száz hölgynek előadni magamat, hát ez külön megtiszteltet, és köszönöm szépen, hogy itt lehettek. Különleges életutat tudhat magáénak a népszerű énekes. Igazából egy éves volt, amikor Párizsba mentünk. Egyébként szüleim diplomaták voltak, azért történt az, hogy 9 évet az életemből, de még kiskoromban külföldön töltöttem. Bár az is igaz, hogy amikor Rómából hazajöttünk, akkor már 16 éves voltam. Tehát nem is voltam olyan kicsi. Viszont ott fertőzöttem meg én a zenével. Tehát gyakorlatilag Rómában a 70-es évek második felében
ahol rengeteg zenei csatorna működött már akkor, meg zenei rádió, ami Magyarországon azokban az időkben nem nagyon volt. Szóval én rendesen bekaptam ott a horgot, és kialakult az a személyiségem, hogy én állandóan dúdoltam. Tehát a tanárok is gyanúsan méregettek engem, mert látszólag odafigyeltem, és ez így is volt, hogy őket néztem, de nem voltam ott lélekben, tehát az egyik fülemben be, másikon ki, és ez megmaradt, és az van, hogy ezt tovább is vittem, mert a fiam ugyanilyen. Tehát borzasztóak vagyunk, mi ketten együtt, meg ezzel katasztrofális. Na mindegy, tehát megfertőzöttem, és akkor az is igaz, hogy én eléggé későn érő típus vagyok, meg voltam főleg, meg ilyen kis félénk gyerek voltam. Ezért eléggé későn kezdtem el zenélni effektíven. 18 éves koromban alapítottam meg az első zenekaromat még osztálytársakból, ami inkább ilyen vicces dolog volt, semmit zenélés, és akkor évente váltogattam a zenekaraimat, az a következő mindig jobb volt egy fokkal, mint az előző. És akkor így a klasszikus szamárlétrát sikerült megvászni 86-ig, amikor is az Exotic zenekarba kikötöttem, és ott már lett lemezünk, úgymond onnantól gyakorlatilag profi karrier, hát hogy, ha lehet ilyet mondani. Tehát, hogyha valaki ebből él, akkor végül is ez azt jelenti, hogy professzionális alapon folytatódott tovább a zenélése. Éppen 10 évvel ezelőtt Cipő halála után énekes nélkül maradt Republic zenekarban tett kitérőt Sipos F. Tamás, azóta ismét szóló énekes. Két szélsőségen azt mondhatnám, tehát egyrészt mennyei volt, az a szeretet, ami áradt a zenekar meg a dalok felé, meg hogy az emberekben mennyire nagy korszakot jelentett Cipő tevékenysége, és hogy ezt mennyire szerették, de ugyanakkor a szélsőség másik pontja az a mélységes szomorúság volt, amit tapasztaltam. Egyrészt saját magamban, mert azért elég furcsa egy olyan embert úgymond helyettesíteni, aki nem önszántából hagyta ott a zenekart, meg az életet. Ez gyakorlatilag így mélyen megviselt, el kell, hogy mondjam. És aztán gyakorlatilag az történt, hogy egy szezon, olyan 40-50 koncert után úgy gondoltuk, hogy nem igazán passzolunk össze továbbiakban elképzelésileg, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy inkább megválunk egymástól. Szerelmeim, mint a bűszerek, imádom azt, ahogy összekuszálnak, idáig kellett, hogy várjak rá, hogy hasznát vegyem a diplomának. Keleti kényelem, nyugati izgalom, a motor megrobbanó, Kedves nézőink, a Közéleti Magazin végén ezúttal is áttekintjük címszavakban beszámolóinkat. 5,5 milliárd forint az idei büki költségvetés. Döntöttek arról, hogy támogatják a gyógybornapok megrendezését. Bükk polgármestere a top 10-ben, a turizmus meghatározó városvezetői egy kiadványban. Prospektus és füzet készült, többszörösen bemutatkozik Csepreg, mint turisztikai attrakció. Nyílt napot tartott a Nestlé, pályaválasztás előtt álló diákok járták be a büki gyárat. Több mint 1,5 millió forint gyűlt össze, a jótékonyság jegyében farsangoltak Peresznyén. Jelmezek a hegyen, farsangi forralt boros túrát rendeztek Csepregen. Sztárvendég az Iparos Bálon, interjút adott a Trio TV-nek Delhusza John, aki 350 lányt és asszonyt szórakoztatott, Sipos F. Tamás volt az asszonyfarsang meglepetés vendége.
Új közéleti magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, addig is tartsanak a Trió TV-vel. Műsorainkat megnézhetik interneten a www.triotvdunantul.hu oldalon, és megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen. Ha első kézből értesülnének friss beszámolóinkról, akkor iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, érdemes. Munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!